A hétvégén rendezték meg a 13. Székelyvágtát, a nemzeti vágta legidősebb határon túli előfutamát a Maksa községhez tartozó Óriáspince tetőn. Idén megint Tamás Csaba állhatott a dobogó legmagasabb fokára a Sepsiszentgyörgy képviseletében. Második, illetve harmadik helyezést Nyárát Szereda és Etét lovasai értek el. 13. alkalommal ültek nyeregbe a székelyek az Óriáspincetetőn, ahol a székely vágta előfutamain 32 lovas állt rajthoz. A nemzeti vágta kvalifikációs futamában 7 település képviselője versenyzett, a Góbé futamon 17 és a Kishuszár vágtán 2 korosztályban összesen 10 lovas méretkezett meg. A lovas ünnepet számos családi program színesítette, többek között huszárügyességi versenynek, középkori hadi bemutatónak örülhettek a rendezvényre látogatók. A vágta történetében az idén először szerveztek agárfuttatást. Hát erre mondanám, hogy nem semmi. Most már egy nagy lovas találkozó, de nem csak lovas találkozó, családok jönnek fel, gyerekek jönnek ide. Egy igazi jó ilyen szocializálódós hely lett itt Háromszék közepén, és azért is igyekeztünk egy picit olyan programok fele elmozdulni, amitől egy kicsit gazdagabb lesz az itt tartózkodás élménye, főleg a gyerekeknek. Úgyhogy van állatsimogató, lehet lovagoltatni, van kirakodóvásár, persze itt vannak a laci konyhák, meg mindenféle ilyen ünnepéllyel vele járó dolog. A Kishuszárvágtán farkaslak a lovasai nyertek. A Góbé futam döntőjében a csíkszenttamási Csók Vivien játszinta győzött, aki a célvonalon átérve kisebb balesetet szenvedett, de végül személyesen vette át a legeredményesebb női versenyző díját is. A székelyvágta döntőjét Sepsiszentgyörgy képviseletében Tamás Csaba nyerte, második a Nyárát Szeredai Barta Ferenc lett, az etédi Kelemen Sándor Géza harmadikként ért célba. Tamás Csaba sorozatban negyedszerre volt a legjobb a nemzeti vágta hivatalos előfutamán. Nyerni mindig nagyon jó érzés, az az ötödik székelyvágta győzelmem, Zsinórba a negyedik. Háromszor nyertem farkaslaka színeibe, kétszer nyertem Sepsiszentgyörgy színeibe. Ez most így alakult, hogy a tavaly települést változtattunk. Sepsiszentgyörgynek versenyeztem a tavaly is, sikerült nyerni, az idén is Sepsiszentgyörgynek hál' Istennek sikerült a tavalyi győzelmet, dobogós helyet megtartani. Nagyon boldog vagyok, hogy nekik is tudtam eredményt így mond szerezni, 2 győzelmet 2 évben egymás után. Bízunk a legjobb abban a nemzeti vágtán. A győzelmének köszönhetően Tamás Csaba képviseli majd Székelyföldet az október első hétvégéjén a Szilvásváradon rendezett nemzeti vágtán.